Ha visszatekintünk akár egy-két generációt is vármegyénkben, családjainkra, környezetünkre, akkor azt hiszem, az a kezdeményezés, ami elindult az ezredfordulót követően a kormány részéről, megalakulhattak a települési helyi értéktárak, a megyei értéktárak és az országos értéktár, akkor az több, mint hiánypótló, mondta köszöntőjében Borbász Zoltán, a Jászhegy-Kunszolnok vármegyei közgyűlés alelnöke. Úgy hiszem, talán minden megye elmondhatja magáról, de mi különösen is büszkék vagyunk rá, hogy történelmi hagyatékunk immár 83 jegyzett értéket rögzít a megyében, mint természeti, mint kulturális, mint épített örökség tárgykörében, és azt hiszem, egy nagyon fontos lehetőség az a magyar kormánytól, hogy ez az értéktár rendszere felépülhetett, és ma már igazolta az idő is, hogy ennek a szakmai háttere olyan alapokon nyugszik, amely alkalmas és képes arra, hogy átörökítse az utókornak ezeket az értékeket. Büszkék vagyunk rá, és úgy hiszük, hogy fontos, hogy az utódaink is azok legyenek. Vannak települési értéktárak, akik összegyűjtik ezeket a helyi értékeket, és az ő javaslataik alapján a megyei bírálóbizottság dönt arról, hogy ezek a helyben összegyűjtött értékek, ezek közül melyik azok, amelyek olyan súlyúak, olyan rangúak, hogy bekerülhetnek a megyei értékek közé is, és nem egyedüli az az eset sem, amikor az országos értékek közé is, akár a hungarikumok szintjére is emelkedhetnek ezek az értékek. Úgy hiszem, hogy ez túlmutat azon, hogy egyszerűen csak összegyűjtjük ezeket az értékeket, hiszen kialakult egy olyan közösség, aki ezzel most már rendszer szinten foglalkozik, és egy nagyon összetartó baráti, és úgy hiszem, hogy egy nagyon fontos küldetés teljesítő közösség is ez. A magyar nép méltán lehet büszke a Kárpát-medence egészéhez, vagy egy-egy tájegységhez kötődő sok száz éves múlttal rendelkező hagyományaira, szokásaira, kultúrájára, kezdte Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében. Amikor értékekről beszélünk, akkor mindenkinek más és más jut eszébe. Saját életéből kiindulva tart fontosnak, vagy még fontosabbnak dolgokat, tárgyakat, szokásokat. A hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat települési értéktárat és települési értéktár bizottságot hozhat létre, melyel nagyon sokan éltünk a megyében, és ezeknek a feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok vármegyei értéktárba történő továbbítása, illetve megküldése. Tudjuk, hogy minden tájegységnek, városnak, falunak, közösségnek vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja, és az a település hol helyezkedik el. A szakirodalom szerint, legalábbis amit én olvastam és találtam, megkülönböztetünk épített és természeti értékeket, tárgyi emlékeket, illetve szokásokat, módszereket. Mindig, amikor ilyen dolgokról beszélgetek, gondolkodom, szakemberekkel egyeztetek, akkor két idézet jut eszembe, és engedjék meg, bár lehet, hogy már többször hallották tőlem, hogy ezen idézetek közé köré fonjam következő gondolataimat. Az első idézet így szól, a földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Vagyis mindaz, melyet őseink ránk hagytak, legyen természeti érték vagy épített örökség, kötelességünk úgy gondozni, óvni és védeni, hogy az unokáink, sőt az ő unokáik számára is fennmaradjon. A második idézet Sebő Ferenctől származik, miszerint a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. A jelenlévők közül bizonyára mindenki ismeri azt az érzést, amikor már több telet megélt, és az évgyűrűk sokasodnak, hogy mennyi olyan emlék, érték van, amit akár gyerekkorban vagy fiatalkorban hallott, kezdte F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő. Mennyi olyan emlék van, mennyi olyan érték, amit akár gyerekkorában vagy fiatalkorában hallott, és mennyi olyan érték van, ami csak úgy elveszett, amit belegondol, hogy nem kérdezte meg a dédnagyanyjától, pedig meg kellett volna kérdezni. Nem kérdezte meg a nagyapjától, dédnagyapjától, hogy hogy volt az a történet, hogy kellett azt csinálni. Ezek az értékek valahol vannak, csak számunkra elvesztek. És ezek az igazi értékek.
Egy falu, egy város, egy megye, egy nemzet szempontjából. És ezeket az értékeket, ezeket a kicsi kulturális szikrákat, ami lehet egy jó recept, egy jó faragás, egy jó háborús történet, ezeket meg kellene mind őrizni. És látjuk azt, hogy mint a homokszemek folynak ki a kezünkből. És hogyha vannak olyan emberek, akik ezt megőrzik, könyvben, lapokra, hanghordozóra vagy filmre veszik, akkor ezekből a kincsekből megmenekül számunkra nagyon sok fontos dolog. És a megyei értéktár egy ilyen, hiszen emlékszem rá, amikor elkezdődött, hogy gyűjtsük össze a helyi értékeket. Összegyűltek azok a lelkes, helyi tudós emberek, akik tudták azt, hogy mi az érték, mi az értéktelen. És ez nem csak úgy, hogy voltak egyértelmű értékek, voltak vitatható értékek, de az emlékezet és a tudós emberek, a helyi tudós emberek rostáin fennmaradtak azok, amik benne vannak a helyi értéktárban és a megyei értéktárban, majd felkerültek országos szintre, ami akár a hungarikumok, ami a nemzeti értékeink. A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke Rózsa Lajos szerint azért is megtisztelő, hogy Karcagon van ez a rendezvény, mert dr. Fazekas Sándor minisztersége idején indult el ez a program. A Vármegyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága már negyedik alkalommal szervezi meg ezt az értéknapot, először Szolnokon kívül, tehát Karcagra jöttünk először vidékre, és ez minden évben ezen a értéknapon bemutatkoznak a értéktár bizottságok. Most itt jelen pillanatban be fog mutatkozni a Karcagi Értéktár Bizottság, és be fog mutatkozni a Kisújszállási Értéktár Bizottság. Valamint szoros kapcsolatban vagyunk a művelődési intézettel, és a művelődési intézet is igazgatója fog a művelődési házak és a értékőrzés kapcsolatáról egy előadást tartani. Valamint ilyenkor szoktuk átadni az előző évben a megyei értéktárba bekerült értékeket, felvett értékeknek, egy-egy oklevelet adunk át azoknak az embereknek, akik javaslatot tettek ezeknek az értékeknek, hogy bekerüljenek a megyei értéktárba. 5 értéket vettünk fel a tavaly az értéktárba. Ezek között van egy beregfürdő, és igen, a juhászbot, juhászkampó. Van benne a Rákóczi Falvi Maci Múzeum, vagy gyűjtemény. Azon kívül van benne a Kunszentmártonból 2, van a panonfix szállás, ez egy speciális eljárás a szörmék kikészítésére. Azon kívül a szolnoki holtisza került be tavaly évben, valamint a csengedi színes hímzés és a hímzőkör Kunszentmártonból. A Vármegye értéktárba való bekerüléshez az szükséges, hogy valamilyen érték bekerüljön a helyi értéktárba, a települési értéktárba. És a települési értéktár úgy gondolja, hogy érdemes arra, hogy bekerüljön a Vármegyei értéktárba, akkor ezt tovább küldi. Az értéktárbizottság, az a Vármegyei értéktárbizottság szükség szerint, de minimum 2-szer ülésezik évente, és majd itt nem akarom lelőni a poént, majd a végén fogjuk bejelenteni most, hogy hétfői ülésezés után kik azok, akik ebbe az évbe bekerültek a Vármegyei értéktárba. A köszöntők után a művelődési házak szerepe az értéktárak támogatásában, létrehozásuk ösztönzésében címmel Rónyai László, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei igazgatója tartott előadást. A Karcagi értéktárat dr. Nagy Molnár Miklós, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatója mutatta be. A Kisújszállási értéktár eredményeit, munkáját dr. Duca Lajos, a Kisújszállási értéktár bizottság vezetője mutatta be, majd Rózsa Lajos és Borbás Zoltán oklevelet adott át azoknak, akiknek idén a megyei értéktárba tett javaslataikat a bizottság elfogadta. Dr. Barta Júlia etnográfus és Szepesi Tibor pedig azon karcagiaknak adott át emléklapot, akik egy helyi projekt megvalósítását segítették.